Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Ilyen még nem volt, hogy 4-5 mérkőzéses vereségekkel végződő sorozat után találkozott egymással az NB3-ban a Paks 2 és az ezúttal otthon játszó Szekszárdi UFC. A három pont megszerzése éppen ezért nagy jelentőséggel bírta az idei első megyei rangadón. Lássuk, melyik csapat jött ki a meccs után abból a gödörből, amiben bekerült. A kieső helyre sodorodott Paks 2 nem bízta a véletlenre a Szekszárdi meccset. A zöldmezeseknél az NB1-es keretből visszajátszott erre a mérkőzésre a középső védő Lenzsér Bence, szintén a hátsó alakzatot segítő Vági András, a középpályás Egerszegi Tamás, a kezdőben kapott helyet NB1-es tapasztalatokkal rendelkező Kővári Róbert, és ugyanez elmondható a szekszárdi származású Horváth Péterről is, aki azért igazolt Paksra, hogy előbb-utóbb lehetőséget kapjon az NB1-es nagycsapatnál. Az elmúlt hetekben szintén a paksiakhoz hasonlóan kínos vereségsorozatot elszenvedő házigazda UFC Szekszárdnál nem volt a kezdőben sérülés miatt hegedűs, de már ott ült a kispadon az UFC meghatározó gólerős támadója Fejes Péter, aki a második félidőben pályára is lépett. A kombinatíva Paks dominált az első félidőben, Horváth Péter remek rugótechnikájának köszönhetően 1-0-ás vezetésre tettek szert a pihenőre a zöldek. A folytatásban bátrabban visszatámadott az UFC, Juhász Máté vezérletével több gyors, gólveszélyes akciót vezetett a szekszárdi csapat. Egy keresztbeívelés után Fejes Dombihoz továbbított, a támadó egy rafinált, ügyes, gyors bokamozdulattal szinte mindenkit meglepve juttatta a labdát a paksi kapuba 1-1. Negyed órával a rendes játékidő befejezése előtt kiegyenlített játék közepette, megint a Paks szerzett újabb gólt. A védelem mögé ívelt labdára Vági András érkezett, aki előtt már eleve nagy gólhelyzet adódott, ám a róla egy ütemmel lemaradó Túri Tamás végső kétségbeesésében szabálytalankodott, kicsit felborította ellenfelét, amiért büntetővel. A 11-es ölő hírében álló szekszárdi kapuvédő Rékó Soma ezúttal is hozzáért a labdához, de hárítani már nem tudta Horváth Péter lövését. Így az NB3 középcsoportjában, az alsóházi Tolna megyei rangadón, Szekszárdi UFC, Paks 2, 1-2. A két gól szerzője Horváth Péter szekszárdi kötődése miatt csak mérsékelten ünnepelt. Félre kellett tennem 90 percig, nyilván járt az eszembe azért. Itt nevelkedtem, meg gyönyörű két szép évet töltöttem el itt első két évenben, felnőtt szinten, pont a Szekszárd ellen. Az 5-meccses vereség széria megszakadásának Tököli Attila, a Paks 2 neves futballista múltan rendelkező, sokszoros góllövője is felettében ült. A játékosok lelki világát azért megviseli az, hogyha nincs sikerélmény. Ez látszott a mai mérkőzésen is. Tehát egy bajnokságra való helyzetünk volt a mai mérkőzésen, hát a felét berúgjuk, akkor is 5 van közte, és egy nyelős mérkőzés volt sajnos. Megpróbálunk mindenkinek játék lehetőséget is biztosítani, ugyanúgy a fiataljainknak, ugyanúgy azoknak, akik az első csapatnál vannak. De az már nagyon fontos volt, hogy nyerjünk egy mérkőzést, és följebb tudjunk kapaszkodni. Az UFC veszélyfutása, a játékban vannak már biztató jelek, tovább tart. BMX bemutatót tartott a Szekszárdi Sportközpont NKFT extrém sportszakosztálya Szekszárdon a Kolping napokon. Koszorú Csaba elmondta, a Kolping iskola pedagógusa, Szabóné Barabás Edit fordult azzal a kéréssel hozzájuk, hogy tartsanak BMX bemutatót a Kolping napok keretében. Örömmel tettek eleget a felkérésnek. A bemutató előtt felállítottak egy kiugró elemet. Egy Titanic elnevezésű, na mi neveztük Titanicnak, elnevezésű kiugrót, az egyébként egy igen nagy elemnek számít.
Ugye itt kb. 20-30 perc az összerakása. Hát ez arra való, hogy ha jönnek a bringások, akkor egy olyan lendületet adjon fölfele, hogy aztán abból az ugrásból egy igazán látványos ugrás legyen. Van ennek egy olyan része, ami kiugrik a bringás, és van egy asztal része, amire esetleg, hogyha nem ugrik elég hosszút, akkor nem történik, be le tud érkezni, de van egy érkező része is. A sportolók azt mondják, hogy e rámpa átugrása közben olyan adrenalin töltetet kapnak, amiért megéri kockáztatni a testi épségüket. A 18 éves Dér Márton 8 éve teszi ezt. Először jártunk a biciklizni, aztán hát így lett egy baráti társaságunk, és akkor abból lett az egész. Hobbi szinten járt a néha barátaimmal, de amúgy már nem nagyon üzem ezt a sportot. Mit szóltak a szüleid, amikor látták, hogy ilyeneken ugrat? Beletörődtek. Tört már össze valamit ebből? Őszintén még semmi. Még semmi? Bukám egyszer kiment, és igazából ennyi. Most is egy fogtörés volt éppen, meg ilyesmi, szóval azért vannak gondok néha. Aha. De egyébként mit érzel közben? Adrenalint. Izgalmat. Úgy 2,5 éve a barátaim elkezdték, és akkor gondoltam én is. Nagyon jó érzéssel tölt el így az egész, és ilyen adrenalint én is. Egyszer ment ki a bokám, de csak egy kicsit, szerencsére. Bátorság kell hozzá, meg kitartás. De nem ilyennel kezdtettem. Nem. Hanem? Hát így először csak így az utcákon mentünk, utána volt még a szexuális. Volt, hogy lépcsőn is lementetek? Persze. Korlátom még azért én nem, de ismerek olyat, aki igen. Uh-huh. És így a lépcsőkön is csak leugrálunk, meg ha tudunk, akkor fel. Mennyi gyakorlás szükséges ahhoz, hogy úgy érkezzünk innen le, hogy ne törjük össze magunkat? Hát minél fiatalabbak vagyunk, annál jobb, és rugalmasak is vagyunk. Azt gondolom, hogy ha igazán belendül valaki, akkor akár egy pár nap alatt azért rá lehet érezni, aztán, hogyha igazán magas ugrásokat, akkor ahhoz azért több gyakorlás kell. Tehát és ha amennyire lehet egy folyamatos, mint ahogy mindenhol máshol, tehát minden más sportban is. Van itt több lépcsőbe lehet becsatlakozni, hogy az extrém sport szakosztály az picit az idősebb korosztály, de itt nem azt értem, hogy 20 év fölött, hanem nyugodtan lehet jönni akár 10 éves korta, vagy 10 éves kor alatt is. Tehát ha már stabilan tud bringázni az illető, kislány vagy kisfiú, akkor nyugodtan jöhet, mert ezek erre föl lehet gurulni, nem kezdem feltétlenül átugrani, de van egy ilyen bringasúli szexár nevezetű kezdeményezés, amit az Elter Balázs és Abján Gábor, akiket az extrém korszakosztály megbízott vezető helyettesi pozíciójában van, ők csinálják, és ők hívják a pici, igazán kicsiket arra, hogy ezen a képzésen részt vegyenek. Tehát egy kis pici bringára rászoktató képzés, és különböző ilyen akadálypályákon vesznek részt, hogy mennek végig, és az a lényeg, hogy minél stabilabban tudjanak bringázni. Aztán, ha ebből kinőnek, esetleg akkor szeretettel lehet itt is repkedni. A szakosztály tagok az olyan 30 környékén vagyunk, akik azért tudnak jönni és alkalmasak tényleg arra, hogy biztonsággal kirepülhessenek ezen a kiugrón, de nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy tolnom egy ilyen több százra tehető ez a létszám. Három egyébként vállalható vereség bő egy hét leforgása alatt az elmúlt 2 évben a hazai női kosárlabda élvonalba üstökösként berobbant atomerőmű KSC Szekszárdnál. Nem ehhez szoktak a lányok, akik ígérik, hogy rendezik a sorokat, és már a következő 2 mérkőzésen, előbb az Európa-kupában, majd a hazai bajnokságban újra sikerélménnyel, vagyis győzelemmel hagyják el a pályát.
Mind a három vereségből egy hét leforgás alatt rámutat arra a problémára, ami már az indulásnál körvonalazódott. Az elmúlt két év hazai sikercsapata, azaz a merülő KSC Szekszárd, a palánk alatti játékban ennek minden elemében gyengébb lehet korábbi önmagához képest. Részint azért, mert a távozó Krinyis posztjára nem igazolt hasonló szintű játékost a KSC, más típusú, de magas ausztrálról, Bishopról pedig beilleszkedése, illetve sérülése miatt nem derült még ki, mit is tud valójában. A mezőny emberek pedig nem dobnak középtávolról, illetve a hárompontos vonalon túlról olyan jól, amely kompenzálná a palánk alatt bizony hiányzó kosarakat. Mint ahogy kevés volt a Sopron, és a múlt hét közepén a szlovákiai Rózsahegyen lejátszott Európa Kupa mérkőzésen a Ruzsomberok, majd vasárnap este az Alaegerszeg otthonában a bajnokin is, az, hogy csak az amerikai McCall képes ezen a szinten folyamatos jó teljesítményre. Nagyon fárasztó, fáradt már a csapat, és ez a ritmusban, amennyiben játszunk, ez már 3 hete megy, nagyon nehéz. Persze pánikra, komolyabb aggodalomra még semmi ok. Azok a nagy játékosok, akik innét állnak föl, úgyhogy most azt mondhatom mindenkinek, hogy mi a lányok, mindenki azon lesz, hogy innét most felálljunk, és a következő meccseket megnyerjük. Mindjárt hazai pályán, az Európa Kupában lehet javítani a cseh élcsapat a Nymburk ellen. Szépen épül a dunakömlődi származású, a Paksi esében nevelkedett Fiola Attila labdarúgó karrierje, aki már régebb óta a magyar válogatott és új klubja, a Molvidi meghatározó, több poszton is bevethető védőjátékosa. Fiola nemzetközi porondon elérhető sikereket is remél pályafutása során. Fiola Attila a magyar válogatott és a Videoton oszlopos tagja, Böde Dániel mellett ő az a paksi, pontosabban dunakömlődi származású játékos, aki már most komoly, későbbi egzisztenciáját megalapozó hazai futballista karriert tudhat maga mögött. A Paks ellen játszani, különösen itt, az Atomvárosban, neki sem egyszerű, de most legutóbb a 4-0-ás vidi győzelem is jelezte, sima ügy volt ez a meccs, saját maga és csapata számára is. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, itt mindig megszenved minden csapat. Hál' Isten, az első félidőben sikerült már eldönteni a mérkőzést, a második félidőben focizgattunk, ráütünk az eredményre, még sikerült rárugni egy gólt, úgyhogy a vége nagyon sima lett. Részese volt egyébként a magyar válogatott 2016-os kitűnő EB szereplésének, és már ott volt az ezt kiharcoló csapatban is. Klubszinten legnagyobb sikere a magyar bajnoki cím mellett a tavalyi Európa Kupában a francia Bordeaux elbúcsúztatása a selejtezőben. Ám most ezt is túlszárnyalhatja, ha a Videoton esetleg tovább jut az Európa Liga csoportkörből, amire a PAOK Szalonimpiai elleni idegenbeli legyőzése után megvan minden esélye. Már is itt a magyarországi visszavágó, egyébként a Stamford Bridge-en a Chelsea elleni meccs, a csak 1-0-ás vereség, az ottani helytállás pályafutásának legfrenetikusabb élménye volt. Bordeaux-t azért tavaly kiejtettük, az egy nagyon szép emlék volt, nagyon nagy meccs volt az otthoni. Igen, mondhatni, a Chelsea-en is nagyon jól játszottunk, idegenben majdnem sikerült az egy pontot elhozni. Nem sokan múlt, jó lenne minden héten ilyen meccseken pályára lépni. Maximális erőbedobással kell pályára lépni. Tehát ezek a játékosok a fülükön pörgetik a labdát, úgyhogy ugye William, Hazard, Pedro. Közel kapcsolatba kerültél velük, tulajdonképpen van-e valami olyan élményed? Rendkívül jó játékosok, úgyhogy de hál' Isten, nagyon jól álltuk a sarat. Igazából az első negyed órát leszámítva rendben is volt az a mérkőzés, de tényleg nagyszerű érzés ilyen játékosok ellen játszani. Szalonikiben a PAOK ellen mutatott szervezet, remek védekezésen alapuló játék lehet a győzelmi recept idehaza is. Bár offenzívebbnek kell lenni a Vidinek a 3 pontért. Ne felejtsük el, hogy a PAOK azért még mindig esélyesebb, mint mi vagyunk. A Chelsea mögött ők a legesélyesebbek a továbbjutásra, de ez a szervezetjáték a védekezéssel, amit kimutattunk, úgy gondolom, hogy lehet esélyünk csütörtökön is. A védelem szinte minden posztján játszott már pályafutása során, és otthon is érzi magát mindegyiken. Más játszik sokszor a klubjában, és mást a válogatottban. 3 mérkőzést rendeztek az U11-es lány kosarasoknak a Gandhi sportcsarnokban, a nyitó fordulóban. A KSC Szekszárd 1, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia pedig 2 csapattal képviseltette magát. A játéknapon a szekszárdiak 2 győzelmet arattak, a pécsiek első csapata 1 győzelmet szerzett és 1 vereséget szenvedett, míg az 1-2 évvel fiatalabb kosarasokból álló PVSK-s második csapat 2-szer kikapott.
A PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia két csapatának összecsapásával kezdődött az U11-es lánybajnokság első játéknapja. A találkozón fölényes győzelmet aratott az A-jelű együttes, de a másik csapatban egy-két évvel fiatalabb lányok játszanak, mint a többi együttesben. Iványi Dalma, a kicsik edzője, örült annak, hogy nagyon lelkesen és bátran küzdött a gárda. Sokaknak ez volt az első tétmérkőzése. Ennek ellenére nagyon sok mindent meg tudtak valósítani abból, amit edzésen tanultak, gyakoroltak. Ezután a kicsik a KSC Szekszárd U11-es csapatával mérték össze erejüket. Mi a B csapattal, ugye ez egy követő korosztály, tehát mi alapvetően 2009-esek, illetve edzéseken 2010-esek vannak a csapatban. Mi heti háromszor edzünk másfél órát, úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen az alapoktól kezdve nagyon ügyesek, lelkesek, ez a lényeg, illetve az, hogy minél többen kosarazzanak ebben a korosztályban, és majd szépen a szezon folyamán lépünk előre, akár egy negyedik edzés beiktatásával. Igazából nagyon sokuknak ez volt az első meccse, ugye sokan az előkészítő csoportból érkeztek az idei szezonra. Én nagyon-nagyon meg voltam velük elégedve, és nagyon jó volt nézni őket, hogy milyen lelkesedéssel, milyen akarással játszottak, és azt gondolom, hogy számszerű eredmény nem is rémlik, de dobtunk 35 pont körül, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak. Biztos, hogy most fáradtabbak lesznek egy kicsit, illetve szerintem a Szekszárd azért igen jó játékerőt képvisel. Úgyhogy én csak azt remélem itt a következő meccstől is, hogy ugyanolyan bátran, ugyanolyan agresszívan és kosárra, illetve labdára éhesen játszanak, mint az első meccsen. A szekszárdiaknak ez volt ebben a szezonban az első mérkőzése, így nagy várakozás előzte meg a PVSK NKA B csapata elleni találkozót. Megmondom őszintén, fontosnak tartom, mert ugye három lánycsapat jelentkezik, és itt a lányoknak a bajnokság az külön számolják, és külön bírálják el, külön elbírálásra kerül, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom, de hogy mi lesz a végkimenetel, azt nem tudhatja az ember, hiszen új szerveződési csapatok vannak, új korosztály kiöregedtek, ugye azok, akikkel tavaly még egyesek együtt játszottak, és vitték a meccset, és hát kiderül, hogy ők is tudják elvinni. Itt azért sok olyan kislány van, akinek a kosárlabda az iskolához kapcsolódik, tehát ahogy elkezdődik az iskola, akkor jönnek, de van kivétel. Kivétel erősíti a szabályt, aki végig dolgozta az augusztust, szeptembert, és most itt vagyunk. Az én iskolám az a DNS iskola, tehát én ott már 40 évig, most nyugdíjas vagyok, már csináltam, és még mindig oda járok vissza, de már egyre több másik általános iskolával is tudunk. Vannak a Babicsból, a Gyakorlóból, az ötös iskolából nagyon sok gyerek van. Ugye nyuszi kupát rendezünk, oda átjárnak a pécsiek is, PVSKB csapattal is találkozunk majd a nyuszi kupában, és ott indulnak ezek az iskolai csapatok ezen a nyuszi kupán, és onnan nőnek ki a kis tehetségek. Ezen a találkozón már nagyon elfáradtak a PVSK-s kislányok, hiszen dupláztak. Ezt a mérkőzést is az idősebbek, azaz a szekszárdiak nyerték. A harmadik összecsapást a PVSK NKA A-jelű gárdája játszotta a KSC Szekszárd ellen. A házigazdák szemszögéből a találkozó a második negyedben úszott el. Védekezésben sokat hibáztak a lányok, ebben kell még fejlődniük edzőjük szerint. A találkozót 69-50 arányban a szekszárdiak nyerték. 16 egyesület 250 úszója vett részt a 43. Delfin kupán. Az idei megmérettetés érdekessége volt, hogy itt rendezték a regionális Magyar Úszószövetség minimum vizsgát is. Ennek sikeres teljesítése a feltétele annak, hogy a sportolók a későbbiekben úszóversenyeken indulhassanak. A házigazda PSN ZRT 41 sportolója összesen 29 érmet szerzett a Delfin kupán. A 6-13 éves korosztály részére hirdették meg idén is a Delfin kupát, a Dél-Dunántúli régió legfontosabb utánpótlás versenyét. A küzdelmet a legkisebbek kezdték 25 méteres távokon, aztán a rövid szünet után már a nagyobbak 50 méteren mérték össze tudásukat. A régió fiataljai több versenyszámban is indultak. 50 gyors, 50 hát, 50 mell, 50 pillangó és 100 vegyes. Hát én az 50 pillangó a kedvencem, és én attól várom a legeslegjobbat. Próbálok odafigyelni az erőmre is. Én az 50 pillangót akarom nagyon megtolni, meg a 100 vegyes. Azért úszok, mert otthon a fürdőkádban is nagyon szerettem úszni, és ez nekem nagyon megtetszett, és akkor 4 évesen elkezdtem járni,
ilyen úszás, és ez nagyon megtetszett nekem. 5 versenyszámban indulok. Hát én hátból szeretném a legjobb eredményt. Szeretnék olimpiai bajnok lenni, világbajnokságot nyerni. Van példaképed? Hát Tapás Boglár. A verseny különlegessége volt, hogy szakmai minimumvizsgát tehettek a sportolók. Ez a feltétele ugyanis annak, hogy valaki hivatalos úszóversenyen vehessen részt. A vizsgán 50 métert kellett teljesíteniük a gyerekeknek, adott úszásnemben, szabályos rajttal, fordulóval és célba érkezéssel. A Magyar Úszószövetségtől Török Enikő nemzetközi versenybíró vezényelte le a vizsgát, és több mint 100-an feleltek meg a követelményeknek. Ez egy régi hagyomány és kötelessége az úszóedzőknek és gyerekeknek ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen, és le lehessen igazolni egy egyesülethez, ahhoz legalább egy úszásnemből a minimum feltételekről, tudásáról kell, hogy képet adjon. Ez azt jelenti, hogy a minden egyes úszásnemből egy szabályos rajt, egy szabályos úszás, szabályos forduló, egy szabályos célbeérkezést kell. Ez egy bizonyos fokmérője is annak, hogy milyen oktatási munkát végeznek az egyesületek. Az idén már be is építettük például a szövetségi támogatási rendszerbe, hogy hány gyerek, nem csak azt, hogy számszerűleg hány gyereket tanítottak meg úszni, hanem azt, hogy hány úszásnemből és hány vizsgát tettek le. A struktúrája megváltozik egy kicsit a Magyar Úszószövetségnek, és a régiós rendszereket szeretnénk előtérbe helyezni, úgynevezett minimuszokat kialakítani, amiben a feladatmegosztás sokkal jobb és hatékonyabb, és egy kicsit a rangját emelni ennek az egésznek, versenykörülmények közé behozni a vizsgát, ezzel a gyerekeket oklevéllel, csokival, bármi kis dologgal jutalmazni, és büszkén mutogathassák, hogy én vizsgát tettem, és most már akár versenyző is lehetek. Önkéntes a jelentkezés, ahogy az edzők látják a fejlődését a gyereknek, az alapján jelentkeztetik a versenyre, és 250 gyerek van itt ezen a versenyen, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó szám, és ebből egy harmada körülbelül, aki vizsgázni fog. A vizsgarendszer regionális szintre emelése a régió vezetők feladata lesz a jövőben. Ezzel sokkal jobb rálátásuk lesz az utánpótlásra és a leigazolások számára. A PSN ZRT célja ugyanis, hogy a következő években növeljék a leigazolt sportolók számát, és népszerűsítsék az úszósportot, amire a Delfin Kupa kiváló alkalom. Most már a 43. Delfin Kupánk, ami bizonyítja azt, hogy nagyon fontos az utánpótlás, hiszen 16 egyesület 250 gyermeke lép rajtkőre ezen a napon. Úgyhogy ez rekordnevezés, nagyon örülök, hogy ennyien érdeklődnek az úszás iránt. Örülök, hogy a régióból ugye 16 egyesület itt van, tehát majdnem, hogy az összes egyesület részt vesz rajta. Tehát van egy képünk a Magyar Úszószövetség részére, hogy milyen szakmai munka folyik itt a régióban. Úgy gondolom, hogy elég színvonalas, hiszen nagyon erős egyesületek vannak. Megyeszékhelyekről ugye a Kaposvár, Szekszárd, Pécs, nagyon sok gyerekkel tud részt venni. Jancsi Kárpát hozzátette, minden évben igyekeznek családias hangulatot teremteni, hiszen fontos, hogy a gyerekek ne stresszként éljék meg a versenyt. A házigazda PSN ZRT 41 sportolója összesen 29 érmet szerzett, ebből 2 arany, 14 ezüst és 15 bronz lett. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, addig is viszontlátásra!